Teltházra számítunk a válogatott meccsein Németországban is. Ezt Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvívője mondta a Radar stábjának. Sokan meglepődhettek az UEFA döntésén, ugyanis a hivatalos időponttal ellentétben korábban lehetett jegyet igényelni a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokságra. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Német Labdarúgó Szövetség korábban azt közölte, hogy december 4-től lehet jegyet igényelni a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokságra. Az UEFA már két nappal korábban erre lehetőséget adott. December 2-án Hamburgban megvolt a sorsolás, tisztázódott, hogy milyen csapatok, mikor és melyik stadionban, melyik városban játszanak, ezért az UEFA úgy gondolta, hogy nincs miért tovább várni, és megnyitotta a felületet a turkolók előtt, és ezért az előre tervezetnél már korábban lehetett regisztrálni ezen a UEFA felületen. Ennyi a történet. Az MLS óriási érdeklődésre számít a magyar válogatott meccsein. Csak és kizárólag az UEFA felületei lehet jegyhez jutni, azonban ennek az első lépése egy bizonyos regisztráció és a felületre való belépés. Ez a felület már nyitva van, december 12-ig lehet regisztrálni ezen az oldalon, és be is kell lépni a felületre. Ebben az esetben az UEFA összegyűjti a beérkező regisztrációkat, és mivel várhatóan sokkal több lesz az igény, mint az eladható jegyek, helyek száma, ezért sorsolás útján fogja majd kihirdetni az eredményt, vagyis a jegyeket értékesíteni a szurkolók felé. Erről a szurkolók e-mailben kapnak értesítést, mutatjuk, hogy kell jegyet igényelni az UEFA honlapján. Először regisztrálni kell az Európai Labdarúgó Szövetség oldalán, majd néhány perc alatt igényelhetünk jegyet. Nagyon fontos információ, hogy amikor regisztrálunk a felületen, belépünk a felületre, jelezzük azt, hogy a magyar csapatnak szurkolunk, magyar szurkolók vagyunk. Ez kifejezett kérése az UEFA-nak, mégpedig a szurkolók elosztása kapcsán. Ami még fontos információ a jegy értékesítéssel kapcsolatban, hogy egy személy 4 jegyet igényelhet, vásárolhat, mennyiben szerencséje lesz. Ha valaki szerencsés és kisorsolták, de nem tud elmenni a meccsre, jegyét az UEFA jegyértékesítési felületén átirathatja más nevére. Az nem kétséges, hogy minden meccsen teltház lesz. Egyáltalán nem mindegy, hogy valaki mondjuk a berlini olimpiai stadionban játszik, a 80 ezer nézőt, vagy kisebb stadionban, mint ugye mi esetünkben, ugye talán a Kölni és a Stuttgart is kisebb ennél. Itt nyilvánvalóan ez is beossza a eladható helyek és jegyek számát. Mi arra azon dolgozunk és arra törekszünk, hogy a lehető legtöbb magyar szurkoló ott lehessen a stadionban. Az MLS berkein belül is kíváncsian várták a sorsolást. Jó hangulat volt. Egyrészt azért, hogy már ilyen stádiumban vagyunk, hogy veretlenül csoport elsőként kijutottunk az Európa-bajnokságra, nem kell várnunk a pótselejtezőre, hogy ja Istenem, kivel sorsolnak össze, lesz-e álomsorsolás, és akkor azon blazírozni, hogy akkor sikerül vagy nem sikerül. Egy viszonylag kényelmes pózból vártuk ezt a bizonyos sorsolást. Én azt kell, hogy mondjam, hogy még a csoport is jó, én szempontból legalábbis jó. Én örülök, hogy a Németország is csoportunkban van, annak még jobban, ha nyitó meccset játszottuk volna Németországban. Másik két esetben pedig a svájciak és a skótok ellen meg úgy érzem, hogy abszolút esélyesek vagyunk. A magyar labdarúgásban dolgozók bizakodóak a jövő évi kontinens viadalt illetően. Ha a sérültek is felépülnek, a csoportból való továbbjutás reális cél lehet. Több olyan játékosunk van, aki az elmúlt időszakban nem állt Marco Rossi rendelkezésre sérülések miatt. Gondolok itt Fiola Attilára, hosszabb ideje már Orbán Vilire, Séfer Andrásra, vagy adott esetben Varga Barnára. Ha ők is egészségesek, és ott lesznek a keretben a csapat mellett, azt hiszem, hogy egy nagyon erős magyar válogatottról beszélhetünk. A magyar válogatott veretlenül csoport elsőként jutott ki a jövő évi Európa-bajnokságra.